Aláírta az önkormányzat és a kamara megállapodását Ugi Attila polgármester és Szatmári Kristóf, a budapesti kereskedelmi és iparkamara elnöke. Az önkormányzat ingyenesen biztosít irodahelyiséget a BKIK 18. kerületi tagcsoportjának, így kényelmesebb, nagyobb és korszerűbb térben intézhetik ügyeiket, valamint egy épületben lesznek a NAV fővárosi kirendeltségével is, közelebb az okmányirodához, ami ugyancsak megkönnyíti a kerületi vállalkozók dolgát. A polgármester szerint a közös kapcsolatot a legújabb kor kihívásaihoz kell igazítani. Ma most teljesen más világban élünk, és nem csak arra gondolok, hogy van egy ilyen erőteljes európai recesszió, nem csak arra gondolok, hogy ezek a jogszabályi környezetváltozások miatt az önkormányzat és a vállalkozások közötti együttműködés, az, hogy egy önkormányzat milyen módon tudja a helyi vállalkozókat preferálni, azért az egészen komolyan keretek közé van szorítva, és egészen komolyan közbeszerzési jogszabályainak a áthágása nélkül lehetetlen. Ezért teljesen más eszközrendszert kell az önkormányzatnak most már ahhoz választania, hogy a kerületi vállalkozókat és ilyetén módon a kerületben élő állampolgárokat jövedelemhez tudja jutatni, a megélhetésüket tudja biztosítani, és tudjon segíteni nekik abban, hogy boldoguljanak a kerületben, a kerület érdekében. A most aláírt paktumról már fél éve tárgyalnak Erdődi Viktor, a kerületi szervezet újelnöke a szeptemberi ülésükön megkezdte az egyeztetéseket. A kamarai képviselet számos módon változott a korábbiakhoz képest. A vállalkozások számára kötelező a regisztráció, és a kamara minden regisztráltat képvisel. Az önkéntes tagságot vállaló vállalkozások teljesebb körű szolgáltatást kapnak, de a vállalkozásokon múlik, hogy ezt milyen mértékben használják ki. Az önkormányzat feladata, hogy minél több információval segítse az eligazodást.